szeretném tisztelettel megköszönni azt a csodálatos előadást, amit a Lőrinc, a nem tudom, hanyadik első Lőrinc, ugye, a farkasok családjából előadott, mert annyi, de annyi minden van ugye a mi történelmünkben, tudásunkban, ahogy itt érintette ennek, annak, annak a területét, hogy tényleg csodálatos, és ugye eddig én százezernek millió éveket mondtam, de ugye ő azt mondja, hogy milliárd éveket. Ugye a magyarság történelme milliárd éveken mérendő, egyáltalán a világegyetem összességét tekintve, nyilvánvaló, hogy ez nem feltétlenül csak a Föld nevű bolygóra, mert ugye 4,5 milliárd év, ezt adekvát tudjuk mérni. Nos, ami nagyon fontos lenne, azt szeretném kérni tőletek, hogy ezen a mezsgyén haladva a következő rendezvények, tehát nem biztos egyébként, hogy a Nemzetegyesítés következő rendezvénye a következő napforduló környékén lesz. Már úgy értem, hogy akkor biztos, hogy lesz. De annyi felkérést kaptunk az elmúlt napokban is, hogy a következő rendezvényeken is valószínű, hogy a fény, a Nemzetegyesítés ügyének vitelét kérik tőlünk. Valószínű, így mondom, hogy például rögtön január 5-én Verőcén is lesz lehetőségünk erről beszélni, amikor ugye a Szent Korona hazajövetelének ünnepségénkben Verőcén találkozunk. És aztán még máskor is találkoznak. Még valamit, holnapi napon akik szeretnének például otthonvédelem, családvédelem, bankiadósok védelme, mert ugye ez mind napi rendben van, ugye azok tudják, a vezető vezértársaink, hogy ez így van, részt venni és munkát vállalni, Eszter, hogyha te úgy gondolod, ráadásul ugye úgy tudom, hogy jogi végzettséged is van, vagy orvos, igen, Ervin és mások, szívesen veszük, pontosan erről van szó, hogy minden magyar vállaljon feladatot. Tehát mi nem azt szeretnénk, hogy meghallgatunk itt egy előadást, és utána hazamegyünk, és nem történik semmi. A Nemzetegyesítés minden egyes alkalmával azt mondta, hogy magember vagy, magyar vagy, nem véletlenül születtél le, feladatod, dolgod van. Vagy tudod, vagy majd később fogod megtudni, hogy mi ez, bár amikor leszülettél, tudtad. Egy kérdésem van, mert megint megúrolja fel. Hallgassuk meg még, akik most szeretnének szólni, illetőleg mondani valamit. Igen. Vagy menjünk végig is a végén. Mielőtt felteszed a kérdésed, én a magam részéről szeretnék egy boldog, áldott, mosolygós, békés karácsonyi éjszakáját kívánni nektek és a szeretteiteknek. És az volna a fontos ebben az egészben, hogy ez az érzés legalább a következő adventig tartson. Köszönöm szépen a figyelmet! Fölírtam az e-mail címemet. A banki károsultaknak, egyéb tartozáshoz rendelkező egyéneknek feltétlenül adjátok fel ezt az e-mail címet. Tudok tippeket adni a Szent Koronával kapcsolatban is, és van egy nemzetközi jogász csapat, akik megállapították, hogy a világ összes bankja csaló és csaló. Összejátszottak. A világ minden bankja és kormánya föl van függesztve. És jelentő? Föl van függesztve. Illegitimen működnek. Meg kell írni nekik egy levelet. Van négy kérdés. Igen. Arra nem tudnak válaszolni. Mert ha válaszolnak rá, akkor nem lehet válaszolni. Egy például egy olyan, hogy honnan van a pénz, amit nekem adott. Annak neki tulajdonában kellett lennie meg, hanem azért ha rajzolt a számítógépen, akkor menjen a Szent Korona Bank részéről holnap jön a Kunavart, ismeritek, Kossuth negyedik nemzet ellenálló társunk, barátunk, aki pont ezzel a kérdéssel mindenkörűen, hiszen a kezdetektől fogva benne van, és azt mondja, Béla úgy hitt el, hogy az önkormányzatoktól kezdve mindenki letérdel, és őrületben van. Ugye csak ezt erről mi nem tudunk, mármint mi tudunk, de a közmagyar, a többi magyar azért nem tud, mert így van.
gondoljátok el, hogy mondjuk, hogy az önkormányzat ilyen-olyan-olyan ugye helyi adókat egyébként akar.